41 magyar film előtt szerepelt ez a felirat. A 42. sajnos már a rendező halála után fog megjelenni a Csínon Palkó című film elején. Nekünk, kollégáknak, hogy mit vesztettünk, az szinte elmondhatatlan. Nekem személy szerint szörnyű veszteség, mert hiszen közel 20 évig dolgoztam bele. A filmjei 90%-ába benne voltam és játszottam, nagyon szerettem, mint embert, mint művészt. Mert hiszen ő nem csak rendező volt, hanem egy barát, és nekünk azt hiszem dolgozni kell tovább az ő szellemében. Ezt a filmet is be kell fejezzük, és mindent elkövetünk, hogy amit ő elgondolt, és amit ő meg akart valósítani, azt mi a munkánkkal, ami még ebben a filmben hátra van, hát tovább tudjuk vinni, és be tudjuk ezt a filmet sikeresen az ő neve alatt fejezni. Keleti Márton hivatása megszállottja volt. Duzzadó energiával, harsányan a moziba járó közönség nevelése és szórakoztatása érdekében dolgozott. 41 alkotása közül jó néhány örökre emlékezetes marad. Ő alkotta többek között a Janika, a Különös házasság, a Mágnás Miska, a Csodacsatár, a Butaságom története és a Kiskrajcár című filmet is. Filmjeiben hazánk szinte minden ismert színésze szerepet kapott, és nem egyet éppen ő indított el a siker útján. Mint főiskolai tanár, számos, ma már ismert filmrendezőnknek is mestere volt. A tizedes és a többiek az elválaszthatatlan az ő személyétől, és a szerelmi álmok is. Megdöbbentő most itt ülni abban a szobában, ahol annyi munkája született. A budai vágban sétálgattunk a Liszt film forgatása közben, amikor egyszer azt mondja nekem, megcsináltam az Elkelt, látod, én lassan elkészül a Liszt, még egyet szeretnék, a Bartók filmet, és akkor ez egy szép trilógia. Hát erre sajnos már nem volt ideje.